Jó estét kívánok, kedves nézők! Önök a Weekendet látják, a Kölcsei Televízió magazin műsorát, és igazi nyári fesztivál hangulatot teremtünk itt ma, úgyhogy nagyon-nagyon sok témában, gyakorlatilag a rendezvényekről, a biztonságról, illetve a jó érzésekről beszélgetünk majd. Első vendégünk Szűcs Péter, aki rengeteg napszemüveget hozott, nyilván, hiszen ugye ezzel foglalkoztok többek között a szemüvegek mellett, és talán a nyár legnagyobb slágere ugye a napszemüveg. Mindenki szeretne egy jó kis szemüveget, de én úgy látom, hogy elsődlegesen az emberek a formára mennek még mindig, tehát azt nézik, hogy egy szemüveg jól álljon, és hogy mi van magában a keretben, milyen lencse, ez nem minden esetben annyira fontos, pedig hát valószínűleg ugye ennek kellene dominánsnak lenni. Te hogy látod egyébként? Mennyire tudatosan vásárolnak? Abszolút így van. Vannak már tudatos vásárolók, de a túlnyomó többség még mindig a divat irányzat szerint választ, vagy szeretne magának választani napszemeget, és kevesebb hangsúlyt fektet a keretben lévő lencse minőségére. Alapvetően a napszemeket két kategóriára szoktuk osztani. Vannak ugye a divat formai napszemek, meg vannak a sport célra vagy technikai sportokhoz kialakított szemek. Amire érdemes odafigyelni, azon túlmenően, hogy az egyéniségünkhöz így legyen az új, az a napszemeg, amit használunk, méretében is jó legyen, kényelmes viseletet biztosítson, az, hogy milyen típusú lencse van benne. Ugye az lenne az optimális, hogy ha legalább két napszemüveggel rendelkeznénk, egyet mondjuk tényleg akár egy esküvőre is fölvehet az ember, a másikat viszont mondjuk kifejezetten sport célra használná, és gondolom, hogy van olyan is, amit esetleg mind a két esetben lehet hordani. Mi az, ami a legfontosabb, tehát a szemnek a védelme, vagy pedig az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen formájú, de legalább egy minimális védelmet jelentsen. A védelem az első rangú dolog, és az ezeknél a napszemüvegeknél már mindegyiknél ez egy alap dolog. Tehát az UV-védelemről szoktunk legtöbbet hallani. Az átlagember is ezt hallja a tévében, hogy megfelelő UV-védelemmel rendelkező szemüveget kell viselni. Ezek a napszemüvegek, vagy az optikákban felelhető napszemüvegek, azok biztos, hogy garantáltan mind 100%-os UV-védelemmel bírnak. Tehát ez a része, ez adott ahhoz, hogy nyugodtan tudjunk szemüveget viselni. De ezen túlmenően még számos olyan dolgot kell figyelembe venni, vagy érdemes figyelembe venni napszemüveg választáskor. Például az, hogy a lencse polarizált tulajdonságokkal bírjon. Ezt látom én, amikor mondjuk kézbe veszek egy napszemüveget, valahogy el tudom dönteni, mert mondjuk az ember, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, amikor turistaként jön-megy, akkor sokszor ugye utcai árusok is rengeteg napszemüveget árulnak az embert, hogy is mondjam, hát elcsábul egy-egy napszemüvegre, és akkor lehet, hogy annak tényleg nulla a védelme annak a lencsének, ami ezekben a szemüvegekben van. Minden az életben, itt is fontos információ, hogy megfelelő terméket megfelelő forrásból szerezzünk be. A napszemüvegeknél az optikákban megfelelő felvilágosítást adnak a szakemberek, hogy mely napszemüvegek milyen képességekkel bírnak, és hogyha valaki polarizáltat szeretne, akkor ott olyan körülmények, tehát egy biztos lehet benne, hogy ha azt javasolják, akkor azt is fog kapni, kettő, hogy vannak úgynevezett tesztek, polaroid vagy polár tesztek, amivel automatikusan meg is bizonyosodhat róla, hogy az ő által kiválasztott napszemüveg az polarizált képességekkel bír-e vagy sem. Mi ez a polarizáltság? Ez a polarizált lencsének az a legfontosabb tulajdonsága, hogy a zavaró, tükröződő fénycsugarakat 100%-ban megszűri. Mit jelent ez az életben? Az azt jelenti, hogy például, aki ilyen napszemüveget visel, az mondjuk egy kocsi szélvédőjén át is teljesen átlát, tehát nem egy tükröződés fog látni, hanem kristálytisztán belát a kocsiba, vagy a kocsiból ki. Illetve ugyanez a helyzet vonatkozik akkor is, hogyha vízparton vagyunk, és a vízről visszaverődő erős fényt is teljes egészében megszűri. Tehát egy polár lencsés szemüveggel, hogyha olyan természetes víznél vagyunk, akkor be lehet látni a víz tükör alá is, még egy normál szemüveg lencsével ezt nem lehet megcsinálni. Akkor a polár, polarizált, ez ugyanazt jelenti? Igen, tehát az ember akkor... Ez a képessége magának, ez egy szűrő, ami rajta van ezeken a lencséken. Ettől sokkal tisztább képet kapunk, sokkal jobb a színhelyessége a képnek,
Tehát nagyon sok esetben régebben az volt, hogy már azt is napszemüvegnek mondták, hogyha lesötétítettek egy lencsét. De a lesötétítésnek az volt a hátulütője, hogy a természetes színeket automatikusan eltolta, elsötétítette. A világos zöldből sötét zöldet vagy barnát csinált, a pirosból is bordót, a polarizált lencsétnél pedig a piros, a zöld, az kék marad, ez egy nagyon fontos tulajdonság, illetve szerintem az is egy nagyon fontos tulajdonság, hogy aki polarizált lencsi szemeget visel, az akkor is tudja viselni ezt a napszemüveget, amikor már éppen lenyugvóban van a nap, tehát nincs olyan erős fény, de akkor is kellemes a szemnek, nem muszáj levenni, mert annyira tisztán látok vele. Tehát olyan hatása, azt szokták mondani elnézést, mint hogyha ilyen HD-be, full HD-be látna valaki, hogyha feltesz egy ilyen szemeget, nincs mögötte hunyorgás, nem érezzük azt, hogy zavar a fény, hanem teljesen természetesen tudunk viselkedni kint az erős napfényben is. Ugye általában az ember egy stúdióban nem visel napszemüveget nyilván. Én azért vettem föl, mert hát érdekes, hogy mennyiféle, és ugye mi lányok szeretjük ezeket felpróbálni. És ahogy itt pár perccel műsor előtt beszélgettünk róla, mondtad, hogy ez nagyon fontos, hogy időt szálljunk arra, hogy kiválasszuk nem csak a formát, hanem még itt a lencsék színe is gyakorlatilag másmilyen. Ti egyébként ajánljátok a betérő vásárlóknak, hogy melyiket válassza, vagy hagyjátok, hogy ő maga döntsön? Minden esetben javaslunk, és azt is el szoktuk mondani, hogy amikor már leszűkítette a kört, hogy melyik azok, amelyek tetszenek, melyik azok, mert ugye elsősorban formára választanak, és ez így helyes is, de utána akkor rákanyarodunk a lencsére, és minden esetben meg szoktuk kérni, nyugodtan nézzen ki rajta, hogyha napközben jön be és süt a nap, és akkor dönts el, hogy neki a barna, a zöld, a szürkés színű lencse a kényelmesebb a személynek, mert ez alapján is érdemes dönteni. Tehát van, akinek a szürke szín az sokkal kellemesebb a személynek, és az egyedi érzés, van, akinek a barna vagy a más színű, illetve nagyon fontos dolog már, hogy ezeket a napszemüvegeket gyerekkivitelben is el lehet érni, és ugyanígy ezzel a polarizáltal. És hogy miért fontos a szemünket védeni az UV-sugárzástól, mert sokat hallunk róla, hogy az UV-nak milyen ártalmai vannak. Az elsődleges dolog az talán, hogy az utóbbi időben, és mindannyian halljuk, hogy egyre több a szürkehályogos megbetegedés, és a szürkehályok kialakulásának az egyik legfontosabb kockázatát maga az UV-sugárzás okozza. Tehát ha az ózon réteg megritkulása miatt, meg a sokkal erősebb napfény miatt, az UV-sugárzás miatt egyre nagyobb veszélynek van kitéve az emberi szem. Míg korábban az a szürkehályogos megbetegedés, mit tudom én, 40 évvel ezelőtt a 70-80 éves korosztályt érintette, úgy ma már inkább a 40-50-60 éves korosztályt érinti, tehát sokkal előrébb hozódott. És kimutatható az, hogy a nap káros UV-sugárzás az jelentősen felgyorsítja és befolyásolja ennek a betegségnek a kialakulását. Tehát nem csak jól kell kinézni, hanem egy picit a prevencióra is hangsúlyt kell fektetni, ha szeretnénk tisztán látni 50-60-70 éves korunkban is, akkor nem árt egy jó tanács, egy jó optikába bemenni és kiválasztani a megfelelő napszemüveget. Peti, nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elhoztad, és gondolom, hogy az üzletben ettől sokkal nagyobb választék. Így van, hát ez itt a teljesség igénye nélkül hoztam el ezeket a modelleket, hogy legyen benne sportos és kevésbé sportos. Köszönjük még egyszer, kellemes nyarat kívánunk!